Sziasztok! Én Gregory Zoli vagyok, és ebben a videóban arról szeretnék mesélni nektek, hogy mit kell tudni szerintem egy MLM-ről a kezdeteknél vagy alapesetben. Maga a rendszer az egyenlőségre épül, tehát igazából bárki, aki belekezd egy ilyen cégnek a munkatársi viszonyába, tehát bárki, aki elkezd ezzel foglalkozni, annak pontosan ugyanazt kell csinálni, mint mindenki másnak, aki már benne van, vagy aki a későbbiekben fog regisztrálni. Azok, akik most a csúcsvezetők, azok is pontosan úgy kezdték el, ahogy egy új belépő kezdi most. A különbség az, hogy ők már akár évekkel ezelőtt kezdték, te meg most kezded el az ilyen MLM rendszert. Nincsen senki úgymond priorizálva, tehát nem számít, nincsen senkinek hátszele, nem számít az, hogy milyen az így nem teljesen igaz, de nem számít az, hogy milyen kapcsolataid vannak, tehát hogy ismered-e a főnököt, mert nem tud ő előrébb tolni annyival, hogy neked ebből előnyöd legyen. Nem igazán számít az, hogy mennyi pénzed van, mert akkor is lehet sikeres, hogyha nem vagy gazdag, meg akkor is lehet sikertelen, hogyha gazdag vagy. Ugyanazokat a lépéseket kell csinálni, ugye, mint mondtam. Nem számít az, hogy szőke vagy barna, sovány vagy pufi, vagy öreg, vagy fiatal, ez a lehetőség, ez bármikor adott neked, bármikor bele tudsz kezdeni, és bármikor sikerre tudod vinni, pontosan ugyanúgy, amikor bármikor bele is tudsz bukni. Mindenki alapból ugyanazokkal az esélyekkel indul. Nagyrészt az ismerősökre épít, mivel ugye egy bolt hálózatot hozunk létre egy ilyen MLM rendszerben, és itt a bolt hálózatot azt nem úgy kell elképzelni, hogy mindenkinek mi adjuk el a termékeket, mint hogyha nyitnánk egy CBA-t, vagy egy Tesco-t, vagy bármit. Tehát a lényeg az, hogy hálózatot kell létrehozni, rendszerben kell gondolkodni, és olyan embereket kell keresni, akik mondjuk nem szeretnek drogériába menni a termékekért, hanem egyszerűen otthonról megvásárolják ezt online. Na, ilyen emberek kellenek, ezekből lesz a hálózat, ezekből lesz a csapat, a jutalék, meg a pénz, meg minden a későbbiekben, de majd egy videóban belemegyek ebbe is nagyon. A legtöbb emelem az termékekre épít. Azt tudni kell, hogy az MLM-ben szereplő termékekre sokkal több pénzt fordítanak már a kezdeteknél is, mint mondjuk egy drogériában megvásárolható termékekre. Ennek egyszerűen az az oka, hogy nincsenek rajta azok a pluszköltségek, mondjuk ugye ha normálisan nézzük egy terméket, és most nézzünk egy 200 forintos energiaitalt a boltban, azt valaki megcsinálja valahol. Aztán fogja egy vállalkozó, és elviszi a gyártótól, elraktározza valahol, ugye ő egy nagykereskedő, aztán jön egy kiskereskedő, aki megveszi a nagykereskedőtől, elszállítatja a saját raktárába, ott elraktározza, és kiviszi vagy a saját, vagy egy másik boltba, ahol aztán te, mint vásárló megveszed. Hogyha ez az alaptermék egy másik országban, vagy mondjuk a tengeren túlon készül, akkor ugye ott van vám, magasabbak a szállítási költségek, és igazából egy 200 forintos energiaitalból 170 forint az arra megy el, hogy így rátesznek mindenhol egy picit, tehát rátesz a kiskereskedő, a nagykereskedő, a fuvarozók, a raktározók, a vámosok, mindenki ráteszi a saját kis jutalékát, és így a 30 forintos energiaital te 200 forintért tudod megvásárolni a boltban. 170 forint arra megy el, hogy mindenkinek legyen pénze a láncolatban, 30 forint az előállítás, meg maximum a fejlesztés, mert most jó, nyilván nagy számok törvény alapján összejön így is a pénz, viszont nagyon sok olyan plusz költség van egy ilyen terméken, most akkor maradjunk az energiaitalnál, ami nem arra megy el, hogy fejlesszék, vagy nem arra megy el, hogy új dolgot találjanak ki, hanem igazából csak ilyen jutalékokra megy el, és ebben különbözik egy MLM rendszer, mivel itt kapásból a gyártótól veszed meg a terméket, hozzáregisztrálsz be, a gyártónak a rendszerébe regisztrálsz be, és a gyártónak a saját raktárából jut el hozzád maga a termék, és ki van hagyva a nagykereskedő, a kiskereskedő, a raktározó, a fuvaros, mindenki, illetve egy fuvaros természetesen van, aki elviszi hozzád a terméket. Így a terméknek az árának sokkal nagyobb része marad meg magának a cégnek, amiből ki tudja neked fizetni a jutalékokat, illetve tud fordítani a terméknek a fejlesztésére is. Aztán minden MLM rendszer csapatra épít. Tehát ugye mondtam nektek, hogy hálózatot hozunk létre, tehát csapatot építünk egy ilyen rendszerben,
Ez annyit akar, hogy olyan embereket keresünk, akik beregisztrálnak, a mi csapatunk tagjai lesznek, megvásárolják a termékeket is, használják is a termékeket, ugye érdemes azért kipróbálni, mert pont az előző példával illusztráltam azt, hogy magasabb minőséget fognak képviselni. Valószínű az MLM rendszerben lévő termékeknél fogsz olcsóbbat találni, mondjuk a Rossmannban vagy a DM-ben, viszont minőségre teljesen biztos, hogy a felső kategóriás termékeknél vannak az MLM rendszerben megvásárolható dolgok, és pont azért, mert sokkal több pénz van a fejlesztésre, illetve hát ugye ebből keresünk a későbbiekben pénzt. Nagyon egyszerűen működik maga az MLM rendszer, te megvásárod a terméket, abból pénzt generálsz magának a cégnek, és a cég ezért neked jutalékot fizet ki, mindenki jól jár. Az MLM rendszerben dolgozó cégeknek sokkal kevesebb a marketing költsége, mint egy normális cégnek, és pont azért, mivel ő hálózatban gondolkodik, és ezért a beregisztrált embereknek az ismerősei, illetve a beregisztrált emberek és az ő ismerőseik lesznek azok, akik a marketing munkát végzik, jutalékért természetesen. Tehát nem fogsz találkozni valószínűleg rengeteg tévés reklámmal, vagy óriás plakáttal, vagy újságos hirdetéssel, vagy ilyen liftes hirdetésekkel, hanem te magad leszel az, aki reklámozod a céget, te magad építed a saját brandedet a cégen keresztül. Ha használod a termékeket, akkor meg tudod mondani azt, hogy mi jó, hogy mi mire jó, hogy mire mit használsz, hogy mit cseréltél le az otthoni háztartási szerekben, vagy higiéniai szerekben, vagy teljesen mindegy, mivel foglalkozol. A lényeg az, hogy maga a cég termékeit használod, és azt így tudod úgymond reklámozni, és ezért megtakarítja a cég a reklám költségeket, viszont neked jutalékot fizet azért, hogyha az ismerőseid megtudják, hogy te ezzel foglalkozol, te ilyen termékeket használsz, és ők is szeretnék kipróbálni a termékeket. Hát röviden tömören ennyi egy MLM rendszer. A legtöbb az úgy működik, hogy minél régebb óta vagy benne, és minél nagyobb a csapatod, annál olcsóbban vásárolod meg te saját magadnak a termékeket, és minél nagyobb a csapatod, annál nagyobb a jutalékod is, mert annál nagyobb a csapatod által generált forgalom, tehát a csapatnak az értékesítés, a csapat által eladott termékeknek a mennyisége annál nagyobb, ezért te annál több jutalékot kapsz, természetesen nem csak te kapsz jutalékot, hanem a csapatodból mindenki, aki generálja ezt a forgalmat. Ami fontos, hogy nem az ő jutalékát kapod meg te, vagy a te jutalékodból nem ő kap, hanem mindenki a saját jutalékából kap. Ezt ugye a marketing terv szabályozza, hogy az eladott terméknek X százaléka az egyik emberhez kerül, aztán Y százaléka a másikhoz, aztán Z százaléka a harmadikhoz, és marad a cégnek is, amiből tudja fejleszteni a termékeket. Hát röviden ennyit az MLM-ről. Csapatban kell gondolkodni, rendszerben kell gondolkodni, és akkor biztos, hogy sikeresek lehettek egy ilyen MLM-ben, illetve biztos, hogy sikeresek lesztek is egy MLM-ben. A kérdés az, hogy hajlandóak vagytok-e a kezdeti munkát beletenni, természetesen segítséggel. Hát jó videónézést nektek, ez volt ugye a harmadik videó, lesz még sok, úgyhogy iratkozzatok föl, lájkoljatok, stb. Stb. De ezt már úgyis tudjátok. Nem sokára jövök a következővel, sziasztok!